Na erre a vakasszony, aki nem tudom miért vakasszony, de most már az lett. Megvakult, kész! Mostantól tényleg vakasszony volt. Ó, bassza meg! Mert ugyanis a gyors kis ujjával egy pillanat alatt mind a két szemét kinyomta. Ez egy ilyen... Úgyhogy a vakasszony teljesen megkerült. Jaj, rohadékok, jaj, hogy kicsináltatok! Na, de végezetül itt az idő, hogy közösen alkossunk valamit. Ide önök összedobtak gondolatokat ezekre a cetlikre, ezekből fogunk alkotni közösen egy filmet. Először azt kérem, hogy bemondás alapján mondjanak egy filmcímet, bármilyen filmnek a címét, akármit, amit önök jónak látnak. Tessék, bátran, na, én fogok előszedni valakit azért. A visszanéző. Nagyon jó, nagy tapsot az úrnak. Az már volt, de nagy tapsot. Ez kurvára nem nagy taps, ez lófasz. Nagy tapsot kérnék az úrnak, köszönöm szépen. Jó, mi legyen a nyitókép, az első kép, ami megjelenik önök előtt? Bármilyen nyitókép, filmnyitóképet. Igen? Egy párbaj? Egy öreg hölgy. Vagy egy öreg hölgy. Nagyon jó, kiszavaz a párbajra. Igen. Kiszavaz az öreg hölgyre. Jó, lesz benne kis párba, jó? De az öreg hölgy az messze magasan nyert. Jó, és mi legyen a záró kép? Mi legyen az utolsó képkocka? Híradó? Igen, és másik az mi volt? Egy fiatal hölgy. Igen, még egyet kérnék. Kigyul a strandsátor. Jó. Kiszavazza a kigyul a strandsátorra. Még te is. Jó. Überelte. Jó. Akkor kigyul a strandsátor. Ez lesz a film vége. Na most megkérdezem, hogy tud-e olvasni ennyi sör után. Mert úgy nézem. Illetve megkérdezném ott a túloldalt ülő párt, hogy tudnak-e csöngetni esetleg a hölgy. Jó. Szóval az lesz a lényeg, hogy én elkezdem mesélni a Visszanéző című filmet. Amikor ön úgy érzi, belecsöngethet a nyitóképbe, még nem is a záróképbe se, de bármikor megnyomatja a csöngőt, és amikor meghallja a csöngőt, akkor ön beolvas egy szót. Ez egy mélyrepülés, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy jó lenne közösen gondolkodni. Legfeljebb sikerül, legyen ez a jelszavunk. Jó szórakozást kívánok! James Hutchins regénye alapján a filmet színpadra alkalmazták a nézők. Dramaturg egy hölgy. Narrátor egy úr. Főszerepben Daniel Mogex. Mellékszerepekben Mogex Daniel. A Visszanéző. Az öreg asszony odament a párbaj helyszínére, kendőit lebegtette a szél. A párbajozók közül mindkettő halott volt. Kabát. Kabát? Akkor jól hallottam. Kabát, mondja az öreg asszony, a kabát. Az kell nekem, meg ennek is a kabátja. Kiluka, miért nem tudtad fejbe lőni, te rohadék? Most luk van rajta. Mindegy. Baba. Baba? Ez a sejtelmes baba. Földön túli hang, ez jó? Baba. Nem kell belassítani, baba. Na. Viszont... Ahogy megfordult, látott egy babát. Ez a baba egy olyan jó kövér baba volt. Már járni is tudott, de pelusban volt. Elég elszántan ment ott a pusztába. Hű, de gyanús egy baba ez. Autóbusz. Csókolom, nem tetszik tudni, hol van az autóbusz megálló. Kicsi fiú, mit keresel te itt? Hol vannak a szüleid? Pénisz.
Picsket a pénicem, mert a perust nem cserélték már egy ideje. A szüleim egyébként itt vannak. Orr. Gyereknek akkor megnőtt egy kicsit az orra. Hí, de gyanús vagy te nekem, kiskölök. Punk. Azért, mert punk frizurám van? Nem azért. Azért, mert nő az orrod, hogyha hazudsz. Valami. Mondjon már valamit! Hol van a busz megálló? Szóval te tényleg a busz megállót keresed? Igen. Megint nőtt a gyerek orra egy kicsit. Pénz. Na jó, adok egy kis pénzt, csak mondja már meg, hol a busz megálló, ne szivassuk egymást, jó? Ó, persze, aranyoskám. Akkor megmondom, arra menjél csak egyenesen hosszan, amikor azt mondtam, hogy dramaturgiai érzés. Legalább levegőt hagyd vegyek kezükségben. Mint a bolond. Kis türelmet, de most ne 4 óránként, csak hogy nyugodtan. Na, szóval könyök, hol tartottunk, mert annyit beszélek, már nem tudom, mi van. Ott, hogy megtetszett mondani, hol a busz megálló, megyek is, csókolom, kezi csókolom. A gyerek elment a busz megálló felé. De ebben a pillanatban még az asszony visszanézett. Ő általában vissza szokott nézni. Van, hogy balról jobbra néz vissza, van, hogy jobbról balra, de a legdurvább, hogyha hátulról előre. Olajfúró torony. Ennek a gyereknek akkorára nőtt az orra, mint egy olajfúró torony. Csak megnézem már, hogy mi áradban megy. Úgyhogy az asszony elkezdte követni a gyereket. A gyerek pedig félsebesen ment a busz megálló felé, ahol be is állt a sorba. Ott állt egy hosszú nyurga alak, aki cigarettázott. Gyík. Mi van, kicsi gyík? Nincsenek szüleid? Hogy nézel ki? Mi neked vannak, köcsög? Itt Meseországban bármi lehetséges, és most Meseországban vagyunk, úgyhogy adj egy cigarettát. Tessék. Követ az asszony. Nem tudom átadni a cuccot. Tényleg jön utána. Próbál lopakodni, de sose tudott. El kell intézzük. Te fogod csinálni. A francba. Bor. Igyunk előtte egy kicsit. Átadta a gyereknek a bort. Mi gondolkodás nélkül. Lehúzta az egészet. Ez nagyon finom volt. Még nőtt az orra egy kicsit. A vakasszony közben porcsikot húzva maga után. Nem is vakasszony, de beragadt. A vakasszony visszanéz. Megállt. Kinézte a helyszínt. Majd elszaladt onnan még 8 méterre, hogy vissza tudjon nézni, és megállt háttal. Vigyázz, vissza akar nézni. Ne nézzünk a szemébe. Jó, mindig ezt csinálja. Bűvész. Csináld a bűvész trükködet. Oké. Megvárták, amíg visszanéz a vakasszony, akkor nem figyeltek oda, és mikor nem nézett vissza, oda ment hozzá. Mama, tessék már erre ráfújni. Ja, hozzám szólsz. Igen, igen. Na erre a vakasszony, aki nem tudom miért vakasszony, de most már az lett. Megvakult, kész. Mostantól tényleg vakasszony volt. Ó, bassza meg! Mert ugyanis a gyors kis ujjával egy pillanat alatt mind a két szemét kinyomta. Ez egy ilyen... Úgyhogy a vakasszony teljesen megkergül. Jaj, rohadék, aki jaj, hogy kicsináltatok? Na, ekkor jött a kisgyerek, lekapta a perusát. Na, gyere ide! Bűn! Neki csapta az arcának. Hanyat homlok repült az asszony, és még 4-et rá is bukfencezett. Mosoly. Hatalmas mosoly terült el a gyerek arcán. Na! Most már elégedett vagyok. Igen, de mesztelen, vegyél már föl valamit.
Tudom, hogy meseország, de mégis azért ez a lófasz kicsit durva. Kentaur, jó? Ezzel fölvette a perusát, eltakarta, amit el kellett. Most viszont itt fogunk éjszakázni. Van nálam egy kidobható strandsátor. Ez is egy varázslat, most figyelj! Földobta a levegőbe. A sátor alakult, szikrák járták körül, és leszállt a földre, mint egy űrhajó. Neon. Neon színben világított az egész. Kisgyerek, ez tényleg jó. Akkor menj csak előre. Én elszívok egy cigit. A kis csávó bement. Nekem is tudnál adni? Persze. Rágyújtott a cigarettára. Természetesen nem olvasták el a használati utasítást, amiben benne volt, hogy semmiféle égő anyagot nem vihetnek be a strandsátorba. Vakond. Hé! Itt egy vakond! De már mindegy volt. A kis vakond kijött, azzal megugrasztotta a gyereket, a gyerek, ahogy felugrott, belenyomta a strandsátorba a cigarettát, az lángra kopott, ráugrott a hosszú magas ember, hogy hát, ha majd tud segíteni, de őt hosszú magas nejlon ruhákba öltözött. Ő is lángra kapott, egyszerre minden lángra kapott, kigyulladt az a strandsátor, és oly mértékben lobogott, ahogy azt le is lehetne írni, ha tudnám. De nem tudom. A lángok fölmarták őket, és eltűntek föl a csillagok közé, ha majd arra néznek, figyeljenek meg, hogy most is volt világ. Köszönöm szépen a segítséget. Remélem, jól érezték magukat, várom önöket majd a gazdagok előadásán. Isten áldja magukat, köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, ossza meg barátaival, amennyiben nem tetszett, akkor pedig az ellenségeivel, hogy szenvedjenek. Extra tartalmakért és vágatlan változatokért támogassa a Mirage Médiát. Link a leírásban.